beköszöntött a tél. Hótakaró fedi az utakat, és még a sűrű köd is leereszkedett a városra. Senki sem jár az utcákon, mindenki a meleg szobában ül és családjával tölti a délutánt. Néhányan az időjárás ellenére is kitartóan járják Nagy Kikinda utcáit. Házról házra mennek, és Jézus születését hirdetik. Mindenhol, ahol megfordulnak, szeretetet és békességet hagynak maguk után. Ők a betlehemezők. És neked hogy tetszik ez az egész betlehemezés? Hát nagyon jó, mert így szórakozunk is, másoknak is örömet szerzünk, és karácsonyi hangulatot teremtünk. És nem fáradtok ki? Hát néha-néha, amikor későbbig maradunk, de akkor mégis van vigasz abban, hogy szórakozunk. És az idén körülbelül hány háznál voltatok már ti a ti csoportotokkal? Hát nem tudom, most egy hétig nem mentünk, mert esett a hó, és akkor sok hó volt, és akkor nem bírtunk menni. Akkor hát egy hétig mentünk, de az nem volt olyan sok ház, 3-4 házat naponta, de tegnap elindult az ipar, és akkor egy 10 házban voltunk. A pásztorjáték szereplői a templomot vivő angyalok, a három pásztor és a katona. A katona mondja el Jézus születésének hírét, míg a pásztorok tréfás játéka kis humorral fűszerezi a komoly tartalmú előadást, az angyalok pedig természetesen énekükkel varázsolnak meghitt karácsonyi hangulatot. Te mikor kezdtél el betlehemezni? Az idén. Az idén? És hogy tetszik eddig? Ó, hát nagyon jó. A többiek meséltek, és akkor engemet is érdekelt, és akkor én is beléptem. A múlt évben kezdtem betlehemezni, nagyon tetszett, amikor elindultunk, és nem szoktam nagyon kifelé, mert nagyon nagy élmény az embereket látni, hogy élvezik, amit még szerepelünk. Az idén kezdtem el betlehemezni, és... De miért jelentkeztél téged is a gyerekkori élmények miatt? Nem, amikor meghaltam, hogy a Márta is bejelentkezett, akkor mondta, hogy én is jöjjek, hogy ez nagyon jó lesz, mint tudom én, és akkor... Én tavaly kezdtem el betlehemezni. És ugyanaz a csoport, akivel tavaly is jártál, vagy változott egy kicsit a felállítás? Hát gyarapodtunk. Szerettem volna megnézni, hogy milyen érzés, és a szórakozás. És tetszik? Tetszik, nagyon tetszik. Tavaly volt nekem is az első évem a betlehemezés. Megtetszett a nagyoktól, ahogy láttam, egyszer voltam a magyar otthonban megnézni. Megtetszett. Tavaly megpróbáltam, és idén is folytatom. Én is a múlt évben kezdtem el először. Nem szoktam kifáradni. És te meg vagy elégedve a szerepeddel, vagy szeretnél cserélni? Meg vagyok elégedve. A régi hagyomány iránt továbbra is nagy az érdeklődés. Tóth János rendező minden évben új tagokat készít fel. A betlehemezésnek már nagyon régi hagyománya van. Hát szinte visszanyúlik az 1800-as évekre, amikor kezdett divatba jönni a fenyődíszítés és a betlehemes játékok. Itt nálunk Kikindán is, úgy szintén, mint máshol, egyre másra alakultak a betlehemes csoportok. Ahol én éltem gyerekkoromban, a mellettünk lévő kis utcában, az a régiek úgy is ismerték, hogy Betlehemes utca, mivel onnan mindig 3-4 csapat állt össze, és ők járták városszerte a házakat, előadták a betlehemes játékot. Az idén 3 csapat indult városszerte. Ebből a 3 csapatból körülbelül a több mint fele, míg a tavaly előtti fölállításból származik. De újabbak is vannak, és nagyon lelkesen csinálják. Nagy Kikindán 1990-ben elevenítették fel a hagyományt. Akkor ez még újdonságnak számított, és közel 1000 házat látogattak meg a betlehemezők Mikulástól Szentestéig. Annak ellenére, hogy ez a szám csökkent, sokan még ma is fontosnak érzik megismertetni gyermekeikkel a régi szokást. Minden évben meg szokták hívni a betlehemezőket? Igen. Miért? Igen. Hát gyerekek miatt is, meg hogy van még két családunk itthon, hogy ők is lássák a betlehemezés, hogy a szokások, hogy milyenek. Igen, ebben a modern világban nagyon keveset tudunk erről a szokásokról, és szerintem fel kell eleveníteni ezeket a szokásokat, és a fiatalok is jó, hogy tudják ezt. A gyerekek élvezték a rövid előadást. Leginkább a pásztorok tréfás párbeszéde tetszett nekik.
Nektek hogy tetszett ez a betlehemes műsor? Jó, szép volt. Mi tetszett a legjobban benne? Hát, mikor a pásztorok énekeltek. És hogy készültek még a karácsonyra? Hát ilyen, a neten keresgélünk ilyen díszeket, meg ötleteket a karácsonyra is. És ti? Hát mi is papírból készítettünk díszeket. Szabad! Szerencsés jó estét a nemes és nemzetes uraknak! Kínfáró társaimmal szép betlehemet hoztunk. Nem azért jöttünk, hogy figurákat hajhásszunk, hanem hogy Krisztus urunkról szép példát mutassunk. Ezen hírmondónak mit tetszik felelni? Szabad-e bejönni, vagy nem? Igen. Szerencsés jó estét, jó estét, boldog ez az óra, mert nem vagyon gyermecskén, gyermecskén, vagy mennyei kincsecskén, kincsecskén, vagy arany, vagy gyémát, vagy virág szálacska, jövén-e világra, ale, alleluja, József és Mária. Íjjuk, fiúk, de jó helyre jutottunk, hogy ebben a hidegben kint nem sanyargunk. Jöjjetek be, pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek, mert mai nap született, akit jövendőltetett. Egyszűznek méhéből, szűzen szült féréből, megváltó Úr Jézus, ale, alleluja, József és Mária. Glória! Eljó, eljó, ide bent ám a jó, azt se tudtam, merre nyílik az ajtó. Álom vagy látomás, magam sem tudhatom, míg kint váró társaimmal be nem bizonyíthatom. Gyere be te, Jakab, hogy törjön ki a nyakad, és a két hátulsó záfogad. Hoppisten, jó estét! Lám, én is itt volnék. Két farkas a bundámat, majd szétszaggatta. Csak úgy pittegtek, pattogtak, a lyukak rajta. De én derékjuhász voltam, a botommal kezét vágtam, hogy még a füstiket sem láttam. Gyere be, törrel, majd megdörzöllek! Szalonnás jó estét a házigazdának. Az én juhai mind az akolba vannak. Hát maga az, de nem szegény. Van szép háza, hatkozó szalmája, hogy oldalába időnk bizony nem is benne. Te figyetek le, pásztoraim, csendesen, megőrzöm én nyájatokat szívesen, mert a sok farkas tetőletek messze jár, bototok vége rájuk száll. Bundámat felteszem, leteszem, a súbámat felveszem, felveszem, én juhász nem leszem, inkább ide lefekszem. Így juhász nem leszek, inkább ide lefekszem. Ből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menne, lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, jászolban fekszik, barmok közt nyugszik, szent fia, szent fia. Hallod, öreg? Gomolya! Nem gomoly az, szülöttehim bőgi fiát az akolba. Hagyd az öreget aludni. Pásztorok, eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istálócskába. Siessünk, ne kissünk, hogy még ezen éjjel ottan lehessünk, s mi urunknak
kissünk. Nosszakhajtás, kerjünk fel, Betlehembe menjünk el, imádjuk Urunkat, ártatlan Jézusunkat. Imádjuk Urunkat, ártatlan Jézusunkat. Gyere, gyere, vesd magadra keresztet! Megegyem a 7-8-os percet? Nem, mondom, vesd magadra keresztet, na! Tyúkhús, lúthús, meleg cipó, egy kulacs bor, hasamba csúsz. Gyere, te akkor nézd meg az órapontosság. Megegyem a gazdaszom fél font húsát. Nem, mondom, nézd meg az órapontosság. Gyere, öreg, nézd meg az órapontosság. Fél 12. Nem jól látsz, öreg, nézd meg még egyszer. Pont 12. 12-t üt az óra, most született Isten fia, ami lelkünk váltságára, kinek anyja Szűz Mária. Ez karácsony éjszakáján, Jézus születése napján, víg örömmel éltessétek, a kis Jézust köszöntsétek. Menjünk mi is Betlehembe, részt venni az nagy örömbe, melyet mennyei atyánk árasztott az éjjel ránk. Emitten az istállóban fekszik Jézus sajászolban, egy kis mécs világánál, mégis szebb az angyalnál. Én kicsi vagyok, nagyon nem szólhatok. De Jézus születése napján én is igadozom. Látom a gazdasszony sűrű mosolygását, kezébe forgatja erszények kulcsát. Na mit mosolyog a gazdasszony? Talán a pénzt várja az erszénybe. Na lökjön ide pár huszacskát, hagyd zörögjön szegény. Elindulának, és el is jutának, Szűz Máriának, jó éjszakát mondának, Szűz Máriának. Jaj, szorát mondának, Isten áldja meg e háznak gazdáját, Ökrét Szamarát, és minden jó szágát, Ökrét Szamarát, és minden jó szágát. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!